Szekszárd belvárosában igazoltatták ennek az autónak a sofőrjét kedden délután a rendőrök. Nem csak a papírokra voltak kíváncsiak a hét második napján, hanem a közlekedők sebességére is. A Tolnai megyeszékely három pontján trafipaxoztak, és alig néhány óra alatt rengeteg szabásértőt kaptak el. A néhány órás ellenőrzés alkalmával kollégáim összesen 71 olyan járművezetőt mértek meg, akik a megengedett sebességnél kisebb vagy nagyobb mértékben gyorsan közlekedtek. Közülük 11-en voltak azok, akik a megengedett sebességet jóval túllépték, a többi 60 járművezető kismértékben ugyan, de túllépte a megengedett sebességet. Volt olyan sofőr is, akinek nem volt fenn a rendszámtáblája, sőt olyanok is horogra akadtak, akik balesetveszélyes helyzetet idéztek elő. Kettő olyan járművezető is akadt, aki a tilos jelzés ellenére haladt át az úton, ezzel is balesetveszélyes helyzetet teremtett, hiszen a piros másik úton közlekedőnek ilyenkor zöld jelzése volt és szabadon jöhetett volna. A rendőrség szóvivője azt mondja, a célzott ellenőrzéseket a jövőben is folytatják majd, mert még mindig sok baleset következik be a nem megfelelő sebesség miatt.